Munkahelyet találni, vagy szükség esetén felmondani segít a Kolozsvári Általános Állásbörze. A rendezvény 23. kiadásán több mint 80 cég várja ajánlataival a munkahely iránt érdeklődőket, de több képzési és szabadidős tevékenységnek is helyet ad a munkaerőtoborzó rendezvény. Évről évre egyre színesebb kínálattal várja az érdeklődőket a Kolozsváron megtartott általános állásbörze. A robotkarok, elektronikus berendezések és a sokféle reklám és vizuális anyag mellett a szervezők egyre inkább arra is figyelnek, hogy az itt megforduló munkakeresők vagy csak nézelődők megfelelően szerepelhessenek a fényképes CV-ken. Így smink és fodrász után a hölgyek esetében, vagy csak egy frizura igazítás után a férfiaknál hivatásos fényképész készített képet az érdeklődőkről. Több mint 80 cég, a legnagyobbaktól a legkisebbekig, több mint 4000 munkaajánlattal jönnek az érdeklődők felé. A legtöbb ajánlat a mérnöki szférában, a banki szektorban, a gazdasági szektorban található, de ugyanakkor idén meglepő módon nagyon sok olyan szakképzetlen munka is terítékre kerül. Ennél a standnál az érdeklődők kipróbálhatják, hogy mennyire gyorsak sebességváltó doboz szerelésben. Egy háztartási gépeket tervező és kivitelező cégnél érdeklődtünk, náluk is a mérnökök iránt nagy a kereslet, nem csak képzett szakembereket, hanem ezen a szakterületen tanuló végzősöket is fogadnak. Három dimenzióba keresünk tervezőmérnököket, ugye ez a jövő, 3D-be ugye a tervezés, aki nem tudja, vannak tréningek, fel tudjuk készíteni, az a lényeg, hogy az alap, a mérnöki alaptudás meglegyen. Popescu Adrián is munkát keres az állásbörzén. Azt mondja, bőséges a kínálat, de kevesen figyelnek arra, hogy mozgáskorlátozottak számára is ajánlatokkal jöjjenek. Szeretnék olyasmit találni, amivel már korábban is foglalkoztam, irodai munka, könyvelés, beleértve a telefonközpontos munkát is. A Kolozsvári Magyar Diák Szövetség is jelen van a rendezvényen, ingyenes állásközvetítő honlapjával az alkalmazottakat kereső cégeknek és az álláskeresőknek egyaránt segítséget nyújt. Emellett a karrieroda képzéseket tart, karriertervezés, pálya a kezdőknek tanácsadás, emellett vannak stresszkezelési helyzetek, egyetemistáknak tanulási technikák, érvelés és tárgyalás technika. A kétnapos általános állásbörze holnap délután ér véget. Ez csütörtöktől szintén kétnapos az IT-szektor számára szervezett állásbörze követi. Mindkét munkaerő toborzó rendezvénynek az új kolozsvári sportcsarnokat otthont.